Gyirmóti szöglet a 92. percben. A rövid sarok felé megcsúsztatja Simon, ott pattog a labda a gólvonalról, és bent van! A 92. percben Ikics góljával szépít a Gyirmót. Ugye Simont megint meg tudom dicsérni, aki tovább csúsztatta el a labdát, de ott tikitakizott bent a védők között, ugye ez itt Simon csúsztatása, ott még kirúgják, jön vissza a fejes, amit egyébként Szegi Vince adott tulajdonképpen gólpasszgyanánt, és abba tudott belestukkolni még Ikics. Egyenlít a Gyirmót. 8 forduló óta nem játszott döntetlent Csertő Jauréll együttese, de szerintem most ennek, ha így marad, rettentően örülhetnek.